Egy hangzatos és ismert, a 90-es években született német indulóval kezdte repertoárját a Cegléd Berceli Freude Kapelle hagyományőrző fúvószenekar. Családi zenekarként is működünk, mert hogy két család vonala érzékelhető így a zenekarban. Tehát nekem is a két lányom a zenekarban játszik, unokatestvéreim, valamint egy másik családból egy nagypapa, aki sajnos elhalálozott, és a két unokája velünk van, valamint az ő unokatestvéreik, tehát gyakorlatilag egy családi zenekarként tevékenykedünk. Sajnos a kitelepítéssel azért Mözsnek a németségét nagyon elvitték a 80%-át, valamikor 2300 fő körüli volt a település résznek, mert ugye most már Tolnához tartozunk a lakossága, és ennek 80%-át elvitték. Tolna városában is volt kitelepítés, de talán nem ekkora mérvű, mert ők hajós emberek voltak, és én úgy gondolom, és hát ugye a kutatásaink azt mutatják, hogy onnét azért nem vittek el olyan sok embert. A jelenleg a németséghez tartozó, hát a megmaradt 20%-nak, akik itt maradtak, az utódai, és hát velük együtt igyekezünk ezeket a hagyományokat ápolni és feleleveníteni, és nagyon örülünk minden egyes megmozdulásnak és részvételnek a város teljes területéről. Amikor megalakult a Német Nemzetiségi Önkormányzat ezelőtt 4 évvel, akkor igyekeztünk újfajta rendezvényeket létrehozni, életre hívni, és ezek között szerepelt az őszi tér zenének a rendezvénye, amit a Szent Mihály napjához kötünk, és hát most nagyon közel sikerült ezt a mai napon megrendezni, és ugye az állatok behajtása, mezőgazdasági évnek a zárásaként tartjuk ezt a térzenét. Ez úgy működik, hogy minden évben két különböző vidékről, településről, egyet a közvetlen közelünkről igyekszünk meghívni, és egyet az ország távolabbi részéről, akik természetesen német nemzetiségi zenét játszanak, és a hagyományt ápolják. Tavasszal is csinálunk egyet, egy tavaszi térzenét, az meg ugye a Szent György napjához kötődik, amikor elkezdődik igazából a mezőgazdasági év, az állatokat kihajtják legelőkre, és hát annak régen is az édesapámtól mindig hallottam, hogy volt egy hagyománya, hogy akkor a faluban lévő zenekar összejött és zenéltek, és a fiatalok még táncoltak is. A Dombóvári Zenész Egyesület fúvós zenekarának két csapata van. Ezúttal az idősebb zenészekből álló társaság adott koncertet, akik magyarországi, német nemzetiségi zenét játszanak, megmutatva a fiatalabb nemzedékek számára, hogy idősebb korban is lehet tartalmas és hasznos elfoglaltságot találni, amely örömet okoz mindenkinek. Műsorukban régi és új idők dalai szólaltak meg. Igyekeztünk egy színes, változatos műsort hozni ide Tolnamözsre. Régi idők dalaiból régi hagyományos német népdalokat is feldolgoztunk, és próbáltunk egy-két modernebb darabot is a repertoárba illeszteni. A Dombóvári Zenész Egyesület elnöke vagyok. A Dombóvári Zenész Egyesület fő célja a fúvószene megszerettetése az emberek körében, hiszen ez egy kicsit már mostanában kezd hanyatlani, és szeretnénk, hogyha újra reneszánszat élni a fúvószene. Több formációja van az egyesületnek, van egy fiatalabb csapatunk, és van egy idősebb együttesünk, ez az Alteherrem Blaszkapelle, aminek nagyon örülök, hogy idős zenészek veszik a fáradtságot, és előveszik a hangszereket, és játszanak, és a régi hagyományokat ápolják, mesélnek nekünk a régi korokról. Négy 70 éven felüli tagunk van, akik ugyan már nem fújnak olyan szép egyenes hangokat, mint a fiatalabbak, a jobb erőbe levők, de óriási lelkesedéssel fújnak, és hogy szeretnénk megmutatni a fiataloknak azt, hogy igenis idős korban is lehet örömet okozni, akár saját magunknak is, és a közönségnek is lehet még örömet szerezni. Nagyon sok felé megy
tudunk játszani. Évente 50-60 szereplést is el tudunk vállalni, mert nagyon aktívak vagyunk, és a falunaptól elkezdve a templomokig mindenhol játszunk, ahol a fúvószenét lehet népszerűsíteni. Nagyon örülök neki, hogy nagyon aktívak a fiatalok is és az idősebbek is, és szerdánként az idősebb együttessel van egy próbánk, és pénteken pedig a fiatalabbakkal, de egyébként van átfedés a két együttes között, úgyhogy ez a heti két próba azért segít abban, hogy mindig változatos műsorral tudjunk kiállni a közönség elé. Teljesen hagyományos felállásban játszunk, bár az Altherren Blaszkapellében van egy harmonikásunk is, de sajnos ő most műtéten van, kórházba került, és nem tudott velünk jönni, nagyon sajnáljuk, mert az egy kicsit más szint, más ízt ad a zenekarnak, és ott felénk erre nem is nagyon volt példa, tehát Tolnában nem nagyon játszottak harmonikával fúvós zenekarok, Baranyában inkább ez a formáció népszerűbb volt.